Szinte mindig azt látom, amikor az embereket az élet változása kényszereti, hogy a veszteségeiket pont ugyanazzal pótolják, mint amitől éppen sikerült, bár nem önszántukból, de megszabadulni. Válnak, és pont ugyanolyan társat választanak maguknak újból. Kijönnek egy betegségből, és ugyanazt az életformát folytatják. Tönkre mennek egy üzletbe, és ugyanolyan ötleteket, ugyanolyan módon próbálnak ismét megvalósítani, valójában az életükön semmit nem változtatnak. Pedig lenne lehetőség, hogy észrevedd, hogy mit kell másképpen csinálnod, ha már az élet alaposan arcon csapott. Az élet színes és rengeteg variációban tárul elénk. Fantasztikusan sokféle ember van, sokféle állat, sokféle növény, mindent különböző színekben pompázik, gyakorlatilag az élet megismételhetetlen, élvezhető valóság. Vajon miért van az, hogy az emberiség mégis szürke hétköznapokat él meg? A színeket egyszerűen nem veszi figyelembe, a sokféleséget egyszerűen nem ismeri föl, és minden beszürkül, minden egyhangú lesz, minden ismétlődik, ugyanazokat a napokat éljük, ugyanazokat a hétvégéket éljük meg, ugyanazokkal az emberekkel találkozunk, ragaszkodunk a régi dolgokhoz, mégsem becsüljük meg ezeket a régiségeket, és közben ott vannak az új dolgok, ott vannak azok, amelyek azért érdekesek lennének számunkra, mert új világot hoznának, teljesen más életbe tudnának besegíteni minket. Mi a szürkeséget választjuk, és egyre szürkébbek leszünk, egyre szürkébb lesz a társadalmunk, egyre berögzöttebben, egyre inkább rutinosan, beprogramozottan élünk tovább. Ne hagyd, hogy elvesszenek a színek. Úgy tudod színesíteni az életedet, hogy hozzáérsz másokhoz. Átveszed másoktól azokat a dolgokat, amelyek jók, rád ragadnak, megtanulod tőlük, egyszerűen azonosulsz velük. Új dolgokat kell magadhoz vegyél, tehát olyan emberekkel kell ismerkedjél, amelyek látszólag idegenek számodra, tehát nem tudsz rögtön azonosulni velük, ezektől az emberektől fogsz új színeket kapni az életedbe. Meg fog változni az életed, méghozzá az alapján, hogy kapcsolatba kerülsz másokkal. Úgy is mondhatnám, hogy kapcsolatba kerülsz végre a külvilággal. Tehát mit kell tegyél? Találkozgatnod kell másokkal. Találkozgatnod kell az új életeddel. Meg kell ismerd a jövődet. A jövőd a többi emberekben van megírva. Ezeket kell magadba befogadni. Ha te elutasítasz embereket, elutasítod a külvilágot, akkor tulajdonképpen elzárod magadat a teljes világtól, elzárod magad a saját életedtől. Rengeteg embert látok, akik így elzárkózva panaszkodnak arra, hogy nem jó az életük, nem jön a szerencse a hétköznapjaikba. Egyszerűen megváltozik az öltözködésük is, és egyre kevesebb színben öltözködnek, egyre kevesebb módját találják meg annak, hogy megjelenjenek. Nem fejezik már ki magukat, mert már nincs mit kifejezni. Éppen ezért nyisd ki az ajtót, és hagyd el az otthonodat, és találkozzál másokkal, és a tapasztalatokat, az élményeket vidd haza, és ezzel aludj el. Ezzel térjél nyugovóra. Sajnos azt a lehetőséget, hogy az emberektől jó dolgokat átvegyünk, ezeket elveszítjük. Egymással rossz hatással vagyunk, lehúzzuk egymást. Van egy véleményünk valamiről, elmondjuk más a másiknak, az meg megérti a mi panaszainkat, majd elkezd ő is ugyanúgy élni. Majd ő is elmondja azt, hogy mi bántja őt, és mi is megértjük őt, és mi is elkezdünk azonosulni ezekkel a dolgokkal. Holott a jó dolgokban kéne azonosulni, de a jó dolgokat pont úgy ítéljük meg, hogy ezt most miért gondolja, ez nem reális, ez egy álmodozó fajta, ez nem fog tudni érvényesülni az életben a hétköznapokban. Ellenben bármi, ami a rossz, rögtön rábólintunk, hogy igen, igazad van, igen, tényleg úgy van, tényleg szar az élet, tényleg bántanak minket, tényleg nincsen szabadságunk, tényleg nincsen életünk, nem hagynak minket békén, pedig ez nem így van, ez ellen tudsz tenni. Tulajdonképpen a problémákat összemossuk az én problémámat a másikéval, aztán egy harmadikéval, és lesz egy nagy egyveleg, egy nagy koszos valami, ami csak problémával van teli.
A végeredmény előbb-utóbb viszont az lesz, hogy megkeseredik mindenki, ilyenkor jön a válás, ilyenkor lesz egy új munkahely, vagyis elhagyjuk a régit, ilyenkor lesz az, hogy teljesen más fogunk csinálni, holott az, amit csináltunk, nem feltétlen volt rossz, csak rosszul ítéltük meg, rosszul éltük meg, rosszul álltunk hozzá. Folytatni lehetne azokat a dolgokat, amelyekben sikeresek vagyunk, és folytatni lehet azokat a dolgokat is, amelyekben nem voltunk sikeresek, de valami kezdett kibontakozni. Tehát nem a problémákra kell koncentrálni, hanem arra, hogy milyen lehetőségek vannak, és az értékeket az új életbe át kell vinni, nem kell rögtön mindent elhagyni. Ahhoz, hogy kibírható legyen az élet, ahhoz pedig szabályrendszereket hozunk. Leszabályozzuk azt, hogy mi történjen, és ez úgy néz ki első körben, hogy sokkal könnyebb lett minden, most már tudom, hogy mit kell tenni, most már tudom, hogy a másiktól mit várjak, és ezeket a szabályokat megpróbáljuk átadni a másiknak, sőt, magunkra is érvényesítjük, és ebben a szabályrendszerben szűkül le valójában az életterünk. Igaz, rendezetté válik, de egy olyan rendezettséget kapunk meg, amelyben nem tudsz kibontakozni, amelyből nem fogsz tudni előbb-utóbb kitörni. Ilyenek például az erkölcs, a morál, az íratlan szabályok, ilyenek azok, hogy nem megértjük azt, hogy ne lopja másiktól, hanem azt mondjuk, hogy ne lopja másiktól. Ilyen az, hogy motiváljuk magunkat, hogy mit kéne csinálni, és nem megértjük, hogy ezt meg kell tegyük ahhoz, hogy előre lépjünk. Én azt mondom, hogy ne korlátozzuk, és ne rendszabályozzuk magunkat, hanem törekedjünk a megértésre, az átlátásra, tudjunk viszonyt kialakítani a velünk történt események és a saját érzéseink között, és ez a viszony legyen olyan, amelyik egymást fejleszti. Tehát az eseményeket fejleszti az én érzésem, és az én érzéseimet fejlesztik az események. Ebben elfogadó vagyok a környezetben, és egymással jó hatással vagyunk. Ha ez a környezet egy másik ember, akkor egyértelmű, hogy ez a viszony, ez egy baráti viszony lesz, ez a viszony nem egy üzleti, nem egy olyan dolog lesz, amiben én el akarok venni tőle, ő meg el akar venni tőlem valamit, hanem én adni akarok neki, és ő is adni akar nekem. A végeredmény ugyanaz, hogy mindkettőnknek lesz valami olyan, ami a másiknak volt, de ezt nem elvettük, hanem egymásnak adtuk. Ez a viszony az átadás képességét feltételezi. Erre kell törekedni. Sajnos, amikor a szabályrendszereket kialakítjuk, és ez szerint kezdünk élni, előbb-utóbb elfelejti mindenki, hogy mi volt az eredeti lényeg. Hogy valamit miért kezdtél el? Miért kezdtél el egy párkapcsolatot? Miért jelentkeztél arra a munkahelyre? Miért választottad ezt a állást, ezt a szakmát? És már nem azért hajtasz, hogy ebből legyen egy örömöd, és ez kiteljesedjen, hanem azért hajtasz, hogy megfelelj az ebben található szabályrendszernek. Ez pont olyan, mikor valamelyik nap láttam egy idős bácsit a konditerembe takarítani. Volt egy rongya, a másik kezében viszont volt egy spré, gondolom fertőtlenítő spré. Fogta ezt a rongyot, elindult a konditerem egyik sarkában, letörölgette szépen a háttámlát, az ülőkét, utána ugyanezzel a rongya letörölgette a kapaszkodókat, majd letörölgette a súlyokat, majd letörölgette a lábtartókat, és a padlózaton is, amely gépnek volt ilyen padlója, ahol álltunk és koszos volt, azt is letörölgette. Majd ezzel a lendülettel, amennyiben lendületnek lehetett mondani azt, ahogy közlekedett, ezzel a lendülettel szépen átment a másik géphez, majd folytatta, és ugyanezzel a rongyal, amit éppen felvett a padlóról és onnan a sarat feltakarította, letörölgette a bőrháttámlát, az ülőkét, majd a keze, a tartókat, majd megint a lábtartókat, és utána a képernyőt a futógépen, és végigment az egész konditermen egyetlen egy rongyal, a kezében a fertőtlenítőszer, amit egyszer sem sprézett ki sehova. A cél a tisztítás lett volna az, hogy külön valahogy letisztítsuk a háttámlákat, külön a lábrészeket, külön a fogantyúkat, de a takarítás az eltűnt ebből, a tisztítás eltűnt ebből, eltűnt az a cél, hogy az emberek ne kapjanak betegséget egymástól, eltűnt az a cél, hogy a bizonyos testrészünk, amire cipőt hordunk, hogy ne találkozzon a földdel, az most találkozik, eltűnt minden, így az egész konditerem néhány hét alatt egy hatalmas nagy mocsoktenger lesz. Pont ezt a viselkedést lehet felfedezni az emberekben, amikor meg akarják oldani a problémákat. Megtartják a régi dolgokat, és ugyanaz az ember, aki a régi dolgokat tartogatja, ugyanaz akar új életet kezdeni, ugyanazokkal a problémákkal, amelyik
eddig voltak. Semmit nem változtatott rajta, olyan, mintha az egész ember az életének egyetlen rongya lenne, és ezzel törölgeti végig az egész világot. Tehát olyan vagy, mint a bácsika rongya, aki kezdetben tiszta volt, majd ez a koszos rongy az egész világot végig törölgeti, azokat is, akik eddig tiszták voltak. Így mindenki koszos lesz, a rongy meg egyre koszosabb lesz, amivel takarítunk, amivel megpróbáljuk megoldani a problémákat. Igazából ez nem pontosan te vagy ez a rongy, ez a társadalmunk. Ott gyűlik össze minden mocskunk, ott gyűlik össze minden problémánk, minden hibánk, és ezzel a társadalommal töröljük arcon a született gyerekeinket, a szeretteinket, a barátainkat, mindenkit, akivel beszélgetünk, találkozunk, és próbálunk élni. Cseréld le magadat, lásd meg az eredeti célodat újra. Ne vidd be az új kapcsolatba a régi problémáidat. Ne közelíts meg egy új üzletet ugyanúgy, ahogy a régi tönkretetted. Van megoldás, csak követni kell bizonyos lépéseket. Mit kell csinálj, hogy más élet alakuljon ki körülötted? Figyelj arra, hogy mit vágtak eddig a fejedhez. Hidd el nekik, akkor is, ha nincs igazuk, meg minden kritikában van valami használható tartalom. Akkor is, ha rossz indulatú. Ne sértődj meg az életön, nőj fel, és állj szembe a valósággal. Most vegyél egy nagy levegőt, és tedd meg végre azt, amit eddig nem tettél meg, mert volt rá kifogásod. Na ezután nézz a tükörbe, és kezdj el újra, de másképpen élni. Csak el kéne mondani a bácsának, hogy másképpen csinálni, mert egyre koszosabbak a gépek.